Bemutatom önöknek, bár szerintem nem nagyon kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri dr. Szejc Klárát, gyermekorvost, aki elmondja, hogy ő érzi magát sikeresnek, ha igen, akkor mitől érzi magát sikeresnek, tessék csak nyugodtan helyet foglalni, és természetesen úgy, ahogy szoktuk, utána a közönség is kérdezhet. Én is ígérem, hogy fogok kérdezni, de mindenkinek ez a jogosítványa megvan. Szoktam mondani, hogy kérdezni mindent lehet, legfeljebb nem kap rá választ. Az is benne van. Tehát ismét egy sikeres nőt láthatunk itt, aki Kalocsán dolgozik nagyon-nagyon régóta, és azt hiszem, hogy nagyon sok ember ismeri őt, akinek kisgyereke van, vagy kisgyereke volt, az törvényszerű, hogy előbb-utóbb találkozzon vele. Át is adom a szót Klárának, mutatkozzék be, ki ő. Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást. Itt már volt egy előzetes riport a Vörös Istivel, és ő megkérdezte, hogy sikeresnek érzem-e magam. Addig, amíg a Gyöngyi engem fel nem hívott telefonon, nekem az életben meg nem fordult ez a fejemben, hogy én sikeres vagyok, vagy ez a kérdés egyáltalán. És azóta, mióta beszéltünk körülbelül egy hónappal ezelőtt, azóta szinte minden nap megfordul a fejemben, hogy most tényleg sikeres vagyok? Miben vagyok sikeres? Vagy tényleg sikeres vagyok? És ahogy végig gondoltam az életutamat, úgy gondolom, hogy sikeres vagyok. Sikeres vagyok a családban, a munkámban, mivel én úgy gondolom, hogy a siker az többek között egy kitartásból, szorgalomból és empátiából áll. És én ezt a munkámban is úgy érzem, hogy megteszem ezeket a dolgokat, és hát nem utolsó sorban a családom körében is úgy gondolom, hogy sikeres vagyok. Nagyon jó mondat az, amit egyszer Arnold Schwarzenegger mondott, hogy a siker létráján zsebretett kézzel nem lehet fölmászni. Tehát azért, hogy valaki sikeres legyen, én úgy gondolom, hogy tenni kell, és ez a szorgalmammal és kitartásommal én szerintem megtettem, de ez majd ki fog derülni, ahogy az életutamat levezetem, és ha esetleg kérdezni akarnak, hogy tényleg sikeres vagyok, vagy nem. Én elkezdem a beszéltést. Én 1963-ban születtem, itt Kalocsán, mint császártöltési lakos. Itt ezen a képen a nagymamámmal látszom, pár hónapos lehettem. A nagymamám velünk egy háztartásban élt, és hát szinte az ő keze között nőttem föl, mivel anyukám még dolgoztak. 2 éves koromig éltünk császártöltésen, ott jártam bölcsödében. Majd 2 éves koromban elköltöztünk családostól Homokmégyre, és ott éltünk azután, szüleim azóta is homokmégyi lakosok. És én ekte homokmégyinek vallom magam, mert hát ott nőttem fel. Itt már körülbelül olyan kisiskolás, nagycsoportos óvodás lehettem, mikor a szüleimmel készült ez a kép. Édesanyám, édesapám látható rajta. Az általános iskolát Homokmégyen végeztem el, és amikor 8-os, vagyis hát, illetve már hamarabb, 6-os, 7-es koromban szóba került, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni. A szüleim hatására mindig anyukám azt mondta, hogy egy érettségid legyen és egy szakmád. Ezért nem a gimnáziumba jelentkeztem, hanem mivel már akkor a gyerekeket nagyon szerettem, óvónőképzőbe, a kalocsai óvónőképzőbe jelentkeztem. Előtte egy évig jártam be a kalocsai ének vagy zeneiskolába, furuját tanultam, mert egy fölvételi tárgy volt, hogy egy hangszeren játszál, 1 év alatt 2 évet végeztem el, majd elmentem felvételizni az óvónőképzőbe, ahol mivel nem volt jó a hallásom, és a zenei tudásom sem volt annyira jó,
szakmailag nem feleltem meg, és ezért nem vettek föl. Második helyen az egészségügyi szakközépiskolát jelöltem meg, és így a Kossuth Zsuzsanna egészségügyi szakközépiskolába kerültem. Ez egy középiskolás kép. A középiskolába még egyet kattintok. A Hálóné Erdősi Katalin volt az osztályfőnököm, akinek nagyon sok mindent köszönhetek. Ő is abba az évbe került az egészségügyi szakközépiskolába. Ő volt az, aki, ahogy elvégeztem egy évet a szakközépiskolába, anyukámékat hívatta, és mondta nekik, hogy ő úgy érzi, hogy ebbe a lányba több van annál, mint hogy egy érettségije legyen, és nyugodtan gondolkodjanak el azon, hogy a védőnő képzőbe jelentkezek, egy főiskolát végezzek el. Anyukám még rábólintottak, tudomásul vették, hazamentek. Egy év múlva ismételten hívatta őket az Erdősi Katalin, és mondta neki, hogy ő úgy gondolja, hogy mégse a védőnő képzőbe kellene jelentkezni, hanem az orvosi egyetemre is jelentkezhetnék. És az ő segítségével, az ő lögdösésével és természetesen a szüleim támogatásával be is adtam a jelentkezésemet az orvosi egyetemre, és elsőre felvettek Szegedre. Így kerültem, vagy így kerültem az óvónő képző helyett a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. Amikor elkezdtem a középiskolát az egészségügyi szakközépben, abban az évben született meg a húgom. 15 év korkülönbség van köztünk, itt már egy éves, ő látható a fényképen. Az egyetemi éveim közben, 5 év, illetve 4 éves voltam, amikor megismerkedtem a mostani férjemmel, és 2 év után, 1986-ban, meg volt az esküvőnk, és férhez mentem. Ekkor voltam 5 éves az egyetemen. Utána, a 6 év alatt már szakmai gyakorlatunk volt, és a szakmai gyakorlatot a Kalocsai Kórházban töltöttem már 6 évben. És az esküvőnk után, szinte a 2. nap beköltöztünk Kalocsán, a kórháznak a tüdőosztály fölött, aki ismeri esetleg a kórházat, voltak kórházi férőhelyek, először egy szobába, a folyosó végén a fürdőszoba WC, majd egy pár hét után kaptunk olyan szobát, ahol legalább a fürdőszoba bent volt a szobá mellett, vagy az egy helyen. Közben tehát 6. évben itt laktunk fönt Kalocsán a tüdőosztály fölött, 1 évet húztunk le ott, 1 év múlva volt a diplomaosztom 1987-ben, és utána költöztünk el a lakótelepre egy saját lakásban. A családom következik, itt már nagyobbak a gyermekek. 86-ban volt az esküvőnk, 88-ban szültem a nagyobbik lányomat, Ágnest, majd 92-ben a kisebbiket, Juditot. Raktam fel a családról egy-két nyaralási képeket, itt már nagyobbak a lányok. Ez is szintén nyaraláson készült. Itt már szintén nagyok, nagyon szépen látszik, 2 szép nagy lányom, és ez most készült nem olyan régen, ez a kép a kisebbik lányomnak a születésnapján. Az idő azért telt, az Ági nagylányom az én nyomdokaimba lépett, annak ellenére, hogy én nem voltam ettől, őszintén nem örültem ennek, de ő mindenáron kitartott amellett, hogy az orvosi egyetemre jelentkezzen, és kisebb-nagyobb nehézségek árán elvégezte az orvosi egyetemet, és hát most már 3 vagy 4 éve nem is tudom, volt a diplomaosztója, és ő mint orvos dolgozik a sürgősségi osztályon Szegeden. Ez volt májusban. És ugyanaz év szeptemberében a kisebbik lányomnak a diplomaosztója,
Budapesten végzett a Kodolányi János Főiskolán nemzetközi tanulmányok szakon, majd azután elkezdte a jogi egyetemet, nem ment mesterképzésre, de aztán két év után rájött, miután két éve megvolt, hogy mégse neki való a jogi egyetem, és úgy gondolta, hogy ő tanulmányait befejezi, és most már két éve dolgozik Budapesten. A húgom is megnőtt azóta. Nyolc éve volt az esküvője, most hirtelen visszaszámolok. Itt a lányomék voltak a koszorús lányok, a háttérben édesanyám látszik. És a húgom esküvője után, az még közben volt, az anyukáméknak volt közben 50. házassági évfordulója. Itt a szüleim látszanak a tortával. A húgom és jó magam, és megszületett a húgom kisfia, aki a keresztfiunk. Hát nagy öröm volt, mert már régen volt kisbaba a családban, és hát mindenkinek a szeme fénye. Itt hát talán egy hetes volt, én voltam fönt segíteni a húgomnak egy hétig, miután megszült. Nagy a szerelem köztünk, akkor is az volt, és most is az. Most már ilyen nagyfiú, és nálunk nyaral minden nyáron egy hetet, itt éppen palacsintát sütünk közösen. Akkor egy olyan momentum az életemből, ami az asszisztensnőm nélkül nem jött volna létre. Ketten látszunk Kínába a kínai nagyfal előtt. Ide úgy jutottam ki, hogy az ő fia kiment Kínába dolgozni, és hát alig volt kint egy éve, vagy még annyi sem, mikor telefonált az anyukájának, hogy szeretné, hogyha ő kimenne, és körbenézne egy kicsit Kínába. És Erzsikém, mivel egyedül nem szeretett volna, ezért megkért engem, hogy nem kísérném el. Meg tanácskoztuk otthon, és hát 3 hétre kimentünk Kínába, Pekingbe. És ott hát olyan volt egyébként, mintha másik bolygón járnék, tehát el se tudom mondani. Hatalmas élmény volt. Egész Pekinget ketten az Erzsikémmel, metrótérképpel, útvonaltervel bejártuk. Előző este mindig megnéztük, hogy melyik hírességet fogjuk megnézni. És szépen a 3 hét alatt, hát amit Pekingből én úgy gondolom meg kellett nézni, azt megnéztünk. Itt például a tiltott város előtt állunk. És hát egy felejthetetlen élmény volt. Munkahelyen. Így kávézom, amikor nincsenek betegek. Nagyon ritka pillanat, és ilyen, amikor vannak betegek. Ilyenkor nem kávézom. Amellett, hogy dolgozom kint körzetben most már 26 éve, mivel nagyon kevés a gyermekorvos, és a gyerekosztályon egyenlőre egy főállású orvos van, és egy félállású, ezért ahhoz, hogy a gyerekosztály működjön, nekünk házi gyerekorvosoknak is, kollégáimmal, Lej Gábor, Török Ildivel, be kell, hogy segítsünk a gyerekosztályon, hogy működni tudjon. Ez azt jelenti, hogy napi 4 órákban váltva járunk be, és ott is dolgozunk a körzetünk mellett. Ez egy például egy dolgozós, most szilveszteri munkanap volt, mint látszik a dekorációból a fejünkön. Itt a gyerekosztály többi nővér és orvos kollégám, akik dolgoznak ott. Mivel hányatott sorsa van egy kicsit a gyerekosztálynak, hát mindenki tudja, aki Kalocsai, hogy azért volt itt egy-két év, amikor be is volt zárva. Egy kicsit ez rányomta a bélyegét a közösségre, és úgy gondoltam, miután újra megnyitott, hogy a lányok is hol el voltak keseredve, mindenkinek olyan megvolt a saját maga problémája. Egy kicsit próbáltam úgy összehozni a gyerekosztályt és az ott dolgozókat, hogy elkezdtem szervezni különböző programokat. Itt például a Plitvicei tavakhoz kirándultunk, de voltunk azóta Szabadkán egy napig,
járunk színházakba, most például áprilisban is fogunk menni Budapestre színházba, meg már előre van a terveink, hogy még mit, hogy csinálunk, tehát egy évben kétszer-háromszor egy ilyen kisebb kirándulásokat megteszünk. Ez is egy ilyen alkalmával volt, amikor megálltunk Plitvice fele, még odafele. A kollégáim, nem tudom, hogy biztos sokan vannak, akik elmondhatják, hogy jó légkörbe dolgoznak, de én kifejezetten azok közé tartozom, akik elmondhatják azt, hogy olyan légkör van a gyerekszakrendelőben, ahol kevés helyen van szerintem munkahelyen. Nagyon összetartók a kollégák, nagyon egybe vagyunk, és a munkánk mellett évente egyszer-kétszer egy gyermekszakrendelői esti vacsorával egybekötött bulizós estét tartunk. Ez egy Mikulás bulin volt látható, és minden alkalommal készítünk egy ilyen csoportképet, mert nem tudni, hogy meddig leszünk így együtt. És akkor ami maradt pénz a karácsonyi buliból, akkor azt február vagy márciusban a maradék pénzzel, ennek alapján tartunk még egy bulit. Tényleg, tehát az csak szuperlatívuszokba tudok beszélni erről a kis társaságról. És a barátok, nem utolsó sorban, amikor a munkának vége, akkor egy-egy ilyen farsangi bulival a barátok között is jól érezzük magunkat. Hobbim. Amit kevesen tudnak, amikor a gyermekeim kirepültek és elmentek Kalocsáról, akkor hirtelen ketten maradtunk itthon, ami először nagyon fura volt, aztán egy idő után az ember ebbe beletörődik, de valahogy mégis üressé válik a ház, és egy kicsit úgy gondoltam, hogy valami bele kell, hogy kössem az energiáimat, és én, aki úgy mentem férjhez, hogy nem tudtam főzni se, és a főzést is a férjemtől meg az anyósomtól zömébe tőlük tanultam, elkezdtem tortákat, formatortákat és mindenféle tortákat készíteni, kifejezetten baráti társaságnak, vagy családi eseményekre. Ez most szilveszterkor készült, a gyerekosztályra sütöttem, mivel ügyeletes voltam. Itt egy New Yorkos torta, ez amikor a kisebb gyerekem New Yorkból hazajött 3 hónap után, az ős születésnapjára sütöttem. Ezt egyik legjobb barátnőnknek, aki most per pillanat nincs Kalocsán, és nagy Cica Bolond, az ő 40. születésnapjára készítettem ezt a dobozból kibújó cicát. Lehet, hogy nem a legtökéletesebb még, mert itt kezdtem még csak szárnyaimat bontogatni. Akkor itt van az úriember, akinek ezt készítettem egy 2 héttel ezelőtt. Akinek készítettem, akinek az 50. szülinapjára készítettem, és nagy sikert arattam vele. Gyermekem nagy pingvin rajongó, a nagyobbik, ő neki egy pingvines süteményeket. Nagynéném 80. születésnapjára egy emeletes torta készült. A nagylányom nagy Citő Bolond, és a lila szín a kedvence, és ebből a megfontolásból készült ez a lila magasarkú cipős torta. Fogorvos barátunk születésnapjára lettem meg egy ilyennel, neki is nagy sikere volt. És ennyit szerettem volna mondani, és ezzel a kedvenc képemmel köszönöm szépen a figyelmet. De azért ilyen hamar nem szabadult, gyorsan elmondtad. Azért térjünk vissza egy kicsit korábban, az ifjúság korára, Kossuth Zsuzsanna, egészségügyi szakközépiskola, ha már nem teljesen így hívják. Jól gondolom, hogy a baráti kör is zömmel innen származik? Igen. Nem mindenki, de azért van egy olyan mag, akivel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és
összejárunk, és nem utolsó sorban olyan szerencsés vagyok, hogy az osztálytársaim közül nagyon sokan dolgoznak a Kalocsai Kórházban, laborban, röntgenben, belgyógyászaton, tehát itt szinte napi szinten újszülött osztályon, tehát napi szinten találkozok az osztálytársaimmal, plusz még olyan mag is van, akivel azóta is családi szinten összejárunk. Osztálytitkár voltam, és én szervezem azóta is az érettségi találkozókat, és ez minden 5 évben ez szépen meg van szervezve. A Hálóné tanárnőn kívül kire emlékszel még? Hát az Eberényi igazgatóra mindenféleképpen. Azt hiszem, hogy valamennyien ismerjük. Nagy Taskovics Magdolna még akkor ott tanított az egészségügyben, ő volt a magyar tanárom, és hát a kollégám, aki itt ült, az Tanyik Feri, ő tanította a gyerekgyógyászatot annak idején, mint fiatal tanár, Agócs tanár úr. Ő készített fel a fizika érettségére és felvételére, neki is csak hálával tartozom. Ennyi, akire most így hirtelen eszembe jutott. Fecó tanár, a Tamás Fecó. Tamás Fecó, igen. Na hát ő azt hiszem, ikonikus alakjai kapcsán, nagy élmény volt, a 4 év alatt nem tudott egyszer se rávenni arra, hogy a 800 métert lefussam a pályán, mert valami problémám mindig volt. Nagyon antitalentum voltam mozgás tekintetében. Most már nem annyira, de akkor nagyon. És az, hogy mondtad, hogy a Hálóné javaslatára lettél tulajdonképpen orvos. Ezzel akkor is egyet értettél, vagy csak mondták és mentél? Mennyire volt ez saját? Szerintem mondták és mentem. Hát természetesen azért húzó erő volt, mert hát van itt olyan osztálytársam, ül itt látom a sorokban, aki tudja, hogy azért abból az osztályból nem egyedül mentem orvosira. Az évfolyamból akkor 4-en jelentkeztünk, és mind a 4-ünket felvettek ez orvosira. Ez ma már nem nagyon jellemző egy középiskolába. És most nem utolsó sorban itt az Erika, a Répás Erika, tehát ő is osztálytársam volt, ő a védőnő szakra jelentkezett. Tehát ott mi sokan mentünk tovább ilyen szakra. Szegedi évekre, hogyan emlékszel? Elmosolyogtató. Hát úgy emlékszem rá, mint aki kiszabadult 14 év után otthonról. Nekem állt a világ, jól éreztem magam a bőrömbe. Aztán egy év után rájöttem, hogy tanulni is kell az egyetemen. És addig el voltam? Hát elébecoltam az első évet. Ugye itt elég jó alapokat kaptam az egészségügyi szakközépiskolába, tehát latin tanultunk, nem kellett olyan, aki gimiből mentek, ők sokkal nehezebb akklimatizálódtak az orvos egyetemhez, de nekünk ugye a latin tudásunk megvolt, anatómiát tanultunk az egészségügyben, tehát egy kicsit olyan könnyű, az első év könnyen ment. Utána azért rá kellett jönnöm, hogy azért nem olyan rózsás minden, és neki kellett ülni, tanulni is. De tehát csak jó emlékeim vannak, és én ezért mondtam a gyermekeimnek is, hogy mindenféleképpen nappali tagozaton, egyetembe, főiskolára el kell menni, mert szerintem az egy nagyon jó dolog az ember életében. Igen, azt hiszem az az időszak, amikre legszívesebben emlékszünk valamennyien. Egy kicsit, ha kérdezhetek Laciról, megismerkedésről, kis pletykát, ilyenekre is kíváncsiak vagyunk ám. Az egészségügyi szakközépiskolába egy évig bejáros voltam, amikor megszületett a húgom, akkor úgy döntöttünk, hogy bevonult a kollégiumba, annak ellenére, hogy homokmégyen laktam, de ez itt mindenkinek kényelmesebb volt, nekem és szüleimnek is. És a kollégiumba lett egy nagyon jó barátnőm, aki szintén oda jár, csak nem az én osztályban, hanem a párhuzamos osztályban, a Deák Edit, aki Felső Szent Imáról jött. És hát együtt mentünk, ő is az orvosira jelentkezett, együtt vettek föl minket az orvosira, és én sokat jártam hozzájuk Felső Szent Ivánra, már középiskolás koromban is, majd mikor egyetemisták voltunk akkor is. És a Deák Edit barátnőmnek a legjobb barátja, óvodástársa és legjobb barátja a mostani férjem. Ő egy beteges kislány volt, és sokat hiányzott az óvodából, iskolából, és a Laci nagyon sokat ment hozzá, vitt neki leckét, és hát igazi jó barátság volt köztük. És én egy olyan alkalomom, amikor az Editéknél voltam egy hétvégén, akkor ismerkedtem meg Lacival, és így kezdődött a mi ismerettségünk.
Egy év után már eljegyzésünk volt, utána két év múlva összeházasodtunk, és ahhoz, hogy én a szakmában sikeres legyek, én őnek nagyon sokat köszönhetek, mert amikor én ügyeltem, én dolgoztam, ő mindig a gyerekekkel ott volt és tartotta a frontot. Nem utolsó sorban ő tanult mindig otthon a nagyobbik lányommal, és hát sok éjszakát töltött nélkülem a gyerekekkel. Érdekes és jó is, hogy eddig mind a négy sikeres nő, ugye te vagy a negyedik, mindegyik hasonló szépeket mondott a férjéről. Kivétel nélkül. A hasonlókat fogalmaztak meg. Igen, szokták mondani, hogy sikeres férfi mögött ott áll egy nő, aki segít, ez teljesen fordítva is igaz, így van. Tehát ahhoz, hogy valaki orvosként megfeleljen, különösen manapság, mert majd erről is beszélünk, hogy egyre nehezebb, ahhoz bizony az kell, hogy a társ az ott legyen és segítsen, mert egyébként nem fog menni a dolog. Orvosi hivatás. Nehéz kérdés. Olyan sok mindent lehet most hallani az egészségügyről. Ugye tele van a média azzal, hogy ez van, meg az van, meg sürgőségi osztályok, meg nem látták el, stb. Ha röviden egy kicsit beszélnél róla, amennyit gondolsz, hogy ma milyennek látod az egészségügy helyzetét? Milyen összehasonlítva egy 20 évvel ezelőttihez viszonyítva, mi a helyzet most? Te, aki belülről látod, mi betegként látjuk, hogy milyen, de kíváncsiak vagyunk arra, aki belülről látja, hogy milyen. Hát erről szerintem napokat lehetne beszélni, nem akarok annyira azért belemenni ezekbe a dolgokba. Azzal, hogy itt kinyílt az internet világa, és a betegek nagyon okosak, ez egy kicsit megnehezíti, én gondolom, az egészségügyi dolgozók munkáját, ugye a gyerekorvosokét is. Én 20 évvel ezelőtt egy kicsit nyugodtabban jártam dolgozni, mentem be a rendelőbe. Egy kicsit úgy éreztem, hogy talán jobban hallgatnak az emberre a betegek. Most időnként, nagyon szeretem a szakmámat, nagyon szeretem a betegeket, de időnként úgy érzem, minthogyha a boltba lennék és bolti eladó lennék, mert bejön a beteg és megmondja, hogy mit akar. Amikor jó paszba vagyok, ezt lenyelem, vannak olyanok, amikor nem vagyok jó paszba, és akkor szoktam mondani, hogy bocsánat, de szeretném megkérdezni, mi a baja, és majd én szeretném eldönteni, hogy mi legyen a beteggel. Amikor nagyon rossz paszba vagyok, volt már olyan, amikor mondtam, hogy a bolt a sarkon van, és itt a rendelő van. Az ember egy idő után ez kénytelen hozzászokni ezekhez a dolgokhoz, de hát ez nehezen megy. Az biztos, hogy betegek is türelmetlenek. Az orvosok, mivel nagyon le vagyunk terhelve, mi is türelmetlenebbek vagyunk szerintem, mint ahogy kellene lenni. De azért próbálunk, ahogy mondtam, hogy szerintem ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe, ahhoz egy empátia kell a beteg iránt. És én úgy érzem, hogy mivel nekem azért eléggé megszaporodott a beteg létszámom, mert amikor én kikerültem a körzetbe, akkor körülbelül 400 betegem volt, most 1300-nál tartok körülbelül, de ehhez kellett egy 26 évi munka, kitartásom kell a sikerhez, amit említettem, és nem utolsó sorban empátia, hogy mindig bele tudjon az ember érezni, hogy milyen egy betegnek, főleg egy szülőnek, mert azt tudjuk, hogy egy szülőnek a legnehezebb, mikor a gyerekéről van szó. Tehát nehéz ez, taglalhatnám, hogy mi van most az egészségügyben, az biztos, hogy orvoshiány van, pénzhiány van, de amellett én úgy gondolom, hogy aki szívből csinálja, és aki hivatásának érzi, az ennek ellenére megy tovább, és megpróbál segíteni a betegeken, betegeim. Mindig olyan kedves és mosolygós képet látunk rólad. Van másik arcod is? Van. Tudsz kiabálni is? Kiabálni nem. Vagy nem. Kiabálni azért nem szoktam, de morcos szoktam lenni időnként. Hát ez nem vagyunk azért mindig ennyire jókedvűek, mosolygósak. Vannak az embernek rosszabb napja is. De azért úgy igyekszem, hogy azért normális.
normális. Oké. Mondtad, hogy munka mellett hobbira sütemény vagy torta készítés. Van-e mellette valami más, amit nagyon-nagyon szívesen csinálsz, amikor nem gyógyítasz, amikor ráérsz? Mit szeretsz olyankor csinálni? Amit mondtam itt, hogy középiskolás koromban a Tamás Feca nem tudta velem a 800 métert lefuttatni. Nálunk a férjem világéletében sportolt valamit, és körülbelül 40 éves koromra rá kellett jönnöm, hogy nekem is kellene valamit csinálnom. Akkor elkezdtem ugye a súlyom miatt is, meg hát eleve csak ugye mindenhol ezt ajkozzák, hogy egészséges, hogyha az ember sportol, akkor elkezdtem fitnessterembe járni. Akkor körülbelül 4-6 évet lehúztam a fitnessterembe, Anikóval kezdtük, látom is, vele jártunk együtt. Egészen addig, amíg, és ott nagyon jól éreztem magam, és jól tett a közérzetemnek, a lelkemnek, más társaság volt, mások kikapcsolódtunk, amíg 2010-ben egy gerincsér miatt meg nem operáltak, és utána azért egy kicsit visszavettem ebből a tempóból, de azóta is otthon sportolok, tehát amikor tehetem, akkor szobakerékpározok, azért hetente kétszer-háromszor azt a 40 percemet letekerem. Az utóbbi időben elkezdtem gyorsgyalogolni, ami per pillanat nem tett jót a bokámnak, most éppen pihentető szakba vagyok, de azért majd akkor jobban leszek, meg jobb lesz az idő, akkor ismét neki veselkedek. És hát amit még szeretek, olvasni szeretek. De természetesen nem mindig szép irodalmat, hanem csak a munkámból kifolyólag inkább valami könnyedebb regényeket. Okay. Van neked, Klári, rossz tulajdonságod? Biztos. Biztos. Meg kell kérdezni, akik ismernek. Nincs. Ja, azt mondják, hogy nincs. De van, biztos, szerinted hogy van. Biztos, hogy van. Szerintem van. Mire gondolsz? Nem tudom. Oké. Én akkor kifogytam a kérdésekből, és átadnám a szót a közönségnek. Mit szeretnének Szejsz doktornőtől, Kláritól kérdezni? Akár szakmával kapcsolatban, az orvoslással kapcsolatban, a hobbiaival kapcsolatban. Mindent szabad kérdezni, mint mondtam. Anita? Tortasütés gondolata honnan jött? Vagy honnan gondoltad, hogy te most megpróbálod a tortasütést? Mondjuk miért nem a horgolás, vagy a kötés, vagy a hízés? Az ötlet onnan jött, hogy ez az egészségügyi szakközépiskolás társulat, akivel összejártunk ilyen névnapok, születésnapok, vagy éppen csak alkalomszerűen, az egyik férfi betöltötte ott is a, nem tudom most pontosan hány évet, 55-öt talán, és mivel mindig valamivel viccelődni szoktunk, úgy gondoltam, hogy akkor őt is megviccelem valamivel, és interneten utána néztem, hogy hogy lehet egy hasonló tortát, amit itt sütöttem az Olinak, egy ugyanolyat csináltam, azzal kezdtem a pályafutásomat ennek az úriembernek is. És akkor rájöttem, hogy hát tudok én ilyeneket csinálni, és mindig jött valaki a csapatba, a másik baráti társaságba, aki betöltötte ezt az évet, a családba betöltötték, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit kiszakadok a mindennapokból, és ezzel ugye elfoglaltam magam. Utána néztem, rendelkeztem az internetről hozzávalókat, nézegettem a YouTube-on, hogy hogy csinálják, mi a praktikája, és engem ez lekötött és egy kicsit kikapcsolt a mindennapokból. De mondom, egy ilyen, csak egy ilyen indítatás, hogy az ismerősöknek meg barátoknak örömet szerezzek. Más kérdés? Átra. Senki? Dehogy nem. Lajos? A gyerkőcök közül ki kell könnyebb vagy nehezebb a pici gyerekekkel, vagy inkább a tinédzser korosztályon? A kicsi gyerekekkel. Sokkal... Én a kicsi gyerekeket, csecsemőket, kisiskolásokat mindig jobban a szívemen viseltem. A tinédzserekkel már nehezebb. Nem tudom mindig, lehet, hogy nem vagyok jó emberismerő, bár azért kupálódtam évek alatt, nem tudom mindig bekategorizálni, hogy tényleg beteg-e.
És itt már ez problémát jelent időnként nekem, és itt van, amikor utálék vagyok. Tehát itt azért előjön az a tulajdonságom, hogy amikor már minden héten ott van, vagy hétfőn, vagy pénteken, és soha kézzelfogható okot nem látok, hogy miért van ott, akkor már meg szoktam csinálni, csak az igazolás kell, hogy csak a rendelésen megjelent szöveggel adom ki az igazolást. Tehát én nehezebben boldogulok a tinédzserekkel, mint a kisebb gyerekekkel. Szerintem nem vagy vele egyedül. Igen, tehát van, aki azért, én tanárként látom, hogy sportot csinál abból, hogy Úgy gondolom, hogy ebbe a legrosszabb az, hogy időnként a szülőt is partnernek látom ebbe, és ez jelenti szerintem a problémát. Erika? Ha már az internet szóba került, akkor eszembe jutott az a dolog, hogy mostanában elég gyakran lehet hallani, hogy vannak szülők, akik elkezdik vitatni a védőoltások jogosságát. Hogy volt-e ilyen eset Kalocsán, vagy van ebből probléma, vagy akár számon tartható probléma. Igen, látom a Réfi Anita nagyon bólogat, van közös ügyünk Anitával, nem akarok személyeskedni. Igen, van. Nekem például a praxisomban kettő olyan anyuka van, akik nem engedik beoltatni a gyerekét. Ebből most már bírósági ügy is indul, most a legújabb határozat alapján úgy láttam az egyiknél. Én erre mindig csak azt tudom mondani, hogy azért régen nagyon sok csecsemő és gyerek halott volt. És amióta a védőoltások bejöttek, azóta ezek a halálos gyerekfertőző betegségek azért lényegesen lecsökkentek, szinte nem is volt. És mindig azzal tudtok anyukákra is hatással lenni, vagy próbálom őket jobb útra terelni, hogy elmondom nekik, hogy azért nekem volt kettő olyan csecsemő, aki a kezem között halt meg. Egyik ügyeletemben, egyik a rendelőmben, és én nem kívánom se szülőnek, se gyereknek, vagy se szülőnek, se orvosnak, hogy ilyen nem átessen. És abban a betegségben, amiben ezek a kisdedek vagy csecsemők meghaltak, azóta védőoltás létezik. Az én körzetemben ezzel a védőoltással kivétel nélkül mindenki be van oltva. Most már ingyenes, de azért 10 évig nem volt ingyenes, és ilyen több ezer forintos összeg volt ez. De még a kisebbséget is rá tudtam beszélni. És azóta, hát biztos, hogy emlékeznek sokan, akik Kalocsán laktak, hogy azért a laktanyákban, katolikus iskolában volt ez a gennyes agyhártyagyulladás elleni járvány. És azóta azért, hogy lekopogjam, nem nagyon hallunk most az utóbbi pár évben, mióta a védőoltás megjelent. Tehát én úgy gondolom, hogy akinek, hogy mondjuk józan paraszt esze van, az azért a védőoltásokat elfogadja és hisz benne. De mire hivatkozik a szülő? Miért nem akarja? Minden, most csak egy hülyeséget mondok, hogy csipet juttatnak a gyereknek a szervezetébe meg legyengíti az immunrendszerét, nem kapott megfelelő tájékoztatást, molekuláris szinten természetesen nem tudjuk elmondani a szülőnek, mert volt ilyen, Anita tudott nagyon jól, hogy nem tudtam molekuláris szinten elmagyarázni a szülőnek, hogy miért szükséges a védőoltás. Elmondtuk, józan paraszt észre, szakma szerint akkor sem volt elég. Ezek után nem tud az ember mit kezdeni. Igaz? Igaz. Nagyon igaz. Más kérdés? Mátra. Senki. Mindenki mindent megtudott. Köszönjük szépen neked, Kári, azt, hogy itt voltál velünk, vagy itt vagy velünk. Elmondhat, hogy mitől érzed magad sikeresnek. És azt hiszem, hogy akik itt ülnek, nagyon sokan ülhetnének itt is. És mesélhetnék, hogy ők mitől sikeresek. Nyilván mindenkit nem lehet ide felültetni, de nekem meggyőződésem az, hogy nagyon érdekes a közönség számára, és talán sokat is lehet tanulni, hogyha egymásról, akik itt élünk ebben a városban, és valamilyen oldalról lehet, hogy ismerjük egymást, mert a gyerek volt nálad, vagy láttam az utcán, vagy a bankban, vagy bárhol, de alig tudunk egymásról egyébként valamit. És ez baj, szerintem. Azért csináljuk ezeket a dolgokat, ezeket a sorozatokat, hogy beszélgessünk egymással.
ne izolálódjunk, ne üljünk csak otthon és egyedül, hanem mozduljunk ki még ilyen cudaridőbe is, és látod, hogy mennyien eljöttek, és mennyien kíváncsiak rád. Köszönjük szépen neked, hogy itt voltál velünk.